folytatódik éve a év előadásának a kialakítása. A tegnapi részben bemutattuk a talajjavításnak a főbb lépéseit, kihelyezgettük a növényeket zónák szerint, ugye, hogy meg zónába kisebb, közepes vagy nagyméretű évelőket mit hova kell ültetni, és most folyik a beültetése. Ugye, ki kell venni természetesen a műanyag cserepekből, kis gödröt ásni nekik, és abba kerüljenek bele. És látszik, hogy kivesztük a cserepekből, milyen életerős, teli, gyökerezett évelőket hozott Bálint, úgyhogy ezek biztosan túlélik a telet. Még ha később jönnek meg a fagyok, még szépen begyökeresednek, de cserében is túlélnék, de így a földben meg aztán biztosan túlélik a telet, tehát a nagy fagyokig bátran lehet ültetni. Ez mostanában decemberig kiszokott húzódni, kiszokott tolódni ez az időszak. Tehát szépen sorba haladunk a növényekkel. Éva is besegít, te éppen a bugás hortenziákat ültet, te a juharfa alá. Tehát szépen bekerül minden, jó megtömködni, hogy ne maradjon mellettük levegő, és aztán még váztatjuk, még a kis maradék tápot is rászorjuk, és aztán jöhet a mulcsozás. Beültetésre kerültek a növények, az évelőkön kívül még lett egy kis lilium is beült, kis, jó sok lilium is beültetve, tavaszi hagymások is, de azért a biztonság kedvére lesz csöpögtető rendszer is a talaj tetejére rátéve. Nem biztos, hogy be lesz indítva, hiszen a legtöbb növény szárazságtűrő, de azért az első évben is, ha nagyon száraz időszak lesz, akkor érdemes azért letenni, hogy a biztonság kedvére ott legyen, és be lehessen indítani, mert így nem jól fölülről locsolni. Egyrészt a növények sem szeretik a fölülről való öntözést, a tartósan fölülről való öntözést, illetve ha mulcsot öntözzük, akkor percek telhetnek el úgy, hosszú percek, hogy csak a mulcsot öntözzük, és nem a talajt. Tehát egyrészt egy vízpazarlás is, tehát ha valaki öntözőrendszert szeretne, vagy olyan ágyást, amiben vízigényesebb növények vannak, a csöpögtetőt mindenképpen a talajra kell tenni, a mulcs alá. Csöpögtető csöveknél érdemes azért megnézni a vízhozamat és a víznyomást, de átlagos vízhozamnál, víznyomásnál nagyjából 100 méternyi cső fér rá egy rendszerre. Ennél sokkal többet nem érdemes, mert akkor elveszíti a nyomást, és a végén már lehet nem fog csöpögni, de ezt érdemes azért megnézni. De átlagosan általában ilyen 100 méternyi fér rá, és nem kell minden egyes növényhez odahúzni, elég csak a hármasan ültetett kis csoportok között elvezetni, homoktalajon 30 centiként, agyagtalajon 40 is lehet közöttük. És amíg a fiúk ültetik a többi növényt, addig eljöttem ide hátra, vagy megkértelek, hogy hagyjöjjek ide hátra, hiszen egy gyönyörű Anabel hortenzia sövényed van itt. Igen, nagyon büszke vagyok rá, mindenki meg szokta csodálni. Nem sokára majd a szél tördeli a fejeket, le fogjuk azért vágni, mert Szana szétviszi az udvarba, de különben fent hagyjuk, hogy így is díszítse a kertet. Ami nagyon tetszett, hogy... Hát igen, igen, a fűnyesedéket meg szoktuk szárítani, és ide van folyamatosan rakva. És már látszik egyébként, hogy az alsó része már bomlik le, és hogy milyen jó nedves a talaj alatt, sokkal porhanyósabb, mint mondjuk, ahol éri a nap, és csak fújja a szél. Igen, így nem is gyomosodik, meg itt abszolút nincsen csepegtetőrendszer, csak szezonálisan szoktam kézzel megöntözni, amikor szükség van rá. Így a takarás az elég szokott neki lenni. Hát itt látszik, amit mindig mondok én is, hogy mulcs, 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 jó növényválasztás, és akkor az alföldön is, a homokos, száraz területen is gyönyörű tud lenni. Egy hátránya van, hogy a fűnyesedék azért nagyon gyorsan elkorhad, elrothad, ezért ugye folyamatosan kell teríteni, és a mi fűnyesedékünk az nem szokott elég lenni, hogy mindenhova jusson, de igyekezünk ezt, tehát az állapotot fenntartani. Akár mint a másik oldalán nyugodt teletet a faapríték, hogy bármilyen kerti szerves anyag, darálmány mehet az ágyásokba, tehát semmiképpen ne eldobva, hanem a növények tövére halmozva legyen. Igen, így akkor gyommentes az az út is, amit használunk, illetve egy kis deponáló hely is marad, mivel hogy szükség van erre is a kertépítésben. Szuper, köszönöm, menjünk tovább. Tehát amíg a fiúk még folytatják a csöpögtető lerakását, de még mindig adsz egy kis talajerősítést a növényeknek. Igen, hát érdemes őket beöntözni felülről, egy-egy kicsit megkínálni őket egy kis huminsavas vízzel. Jelen esetben nem lenne szükséges, mert szórtunk granulátumot, meg csirketrágyát, de azért meg szeretném mutatni, hogy mi van akkor, hogyha nem így van. Megtöltjük a kannát vízzel, és mindig a vízbe öntjük a hatóanyagokat,
Én érdemesnek tartom egy kis amalgerolnak a használatát. Akkor nem is méret ki ez, csak nem, így csak így szemre, fél deci körülbelül. Félsz, hogy hát úgy egy kicsit, egy kis csipetnyit, igen. Megkeverem, öntök hozzá egy kis huminsavat. Csak éppen egy kicsit, és már be is tudom öntözni a növényeket. Legyen ez bármilyen ültetés. Ez nem baj, ha rámegy a levelére, ez semmi nem, baj, nem, nem okoz semmit. És lekerült a csöpögtetőrendszer, úgyhogy most jöhet a mulcsozás. Itt egy ágdarálékot választottunk, egy jó heterogén kertből származó, mindenféle ágnyesedék található ebben a mulcsban, és egy jó vastagon kell tenni, tehát legalább 6-8, de lehet 10 centi vastagon is, vékonyan téven nem fejti ki hatását, ugye az átfagyástól, a kiszáradástól véd, nem engedi a földből elpárologni a vizet, hanem csak a növényeken keresztül, tehát nagyon fontos szerepe van, gyomelnyomó hatása van, és ahogy bomlik le majd, ez a vegyes, szerves anyag, ugye táplálja is a talajt, tápanyaggá, komposztá alakul, humusztá alakul majd a végső soron. Csak fontos a megfelelő vastagság alkalmazása. Nagyon fontos, hogy ennél vékonyabban ne tegyük, mert akkor nem fejti ki a megfelelő hatását. Lehet természetesen fenyőkéreggel is, de sokkal környezettudatosabb és olcsóbb, hogyha kertésztektől ilyen kis ágdarálékot szereztek be, vagy saját nyesedéket daráltok le, és azzal múlcsozzátok az ágyást. Íme az elkészült terület. Hát most persze az évelők még kicsik, de ezek már jövőre, de legkisebb 2 éven belül teljesen összenőnek, és egy gyönyörű ágyást fognak alkotni. Hát elkészülünk az ágyással, mert történt a mulcsozás, a beültetés, úgyhogy legyen egy kis ünnepélyes átadó. De itt, ahogy beszélgettünk Évával, kiderült, hogy István ő kertépítő is. Ez így igaz. Én nem tudtam itt a viszonyokról, hogy a családban van kertépítő is. És hát nagyon örülök neki, hiszen amiket napközben beszéltünk, mindenbe egyezik a felfogásunk, hogy ne geotextilezzünk, ne pültrágyázzunk, vastag mulcsozzunk, akár ágdarálékkal. Te is mondtad, hogy nem igazán kedveled az olyan kerteket, ahol nem a tájba illő növények vannak. Tehát ez teljesen értik. De napokig tudnánk beszélgetni. Jó, de tudunk beszélgetni, így van. Szuper, és én nagyon örülök, hogy itt Szeged környékén is, pontosabban Móralman vagyunk, de hát inkább Szegedet mondjuk, Szeged környékén is, vannak most már ilyen szuper fiatal kertépítők. Keresitek bátran. Köszönjük. Majd az elérhetőségedet add meg, mert akkor szívesen kiírom ide. Nagyon szépen köszönjük. És akkor kertépítést főleg, vagy fenntartást is vállaltok? Mostanság már inkább csak építést. Nagyon szeretünk, és én kifejezetten szeretek hosszabb távú barátságban maradni a kedves ügyfeleinkkel, de most már inkább azt mondom, hogy az időnk csak is a szakmai tanácsadást engedi meg, nem tudunk már visszajárni fenntartásokra, úgyhogy egy építésben próbálunk kibontakozni jobban. Szuper, és akkor akár azt is lehet, hogy mi megtervezzük a kertet, és tudjuk, hogy itt Szeged környékén van valaki, ez, akkor bátran ez egy nagyon jó, nagyon jó út lenne. Szuper, mert láttam, hogy tudunk együtt dolgozni, és ebben szerintem nem lesz gond. Nagyon örülnénk neki a további együttműködésnek. Szuper, köszönöm. És hát Éva, akkor fogad szeretettel, de hát igazából én csak itt beszéltem, a ti és a csapatotok csináltatok mindennek, hát a te szuper anyagaid vannak a talajban, hogy innentől kezdve már nekik kell dolgozni. Köszönöm szépen, hogy meglátogattál bennünket, és sok szép növényt hozott a Bálint is. Igen, és akkor köszönjük szépen, és akkor remélem, hogy jövőre is meglátogattok. Igen, meg szeretném nézni, ugye Marcsinál is azt szerettem, hogy az a Barabás évinél is mikor csináltunk, hogy úgy van elkészült, most örülünk, de ilyenkor már mindig arra vágyom, hogy lássam, hogy milyen lesz egy év után, úgyhogy mindenképpen jövünk és megnézzük. Hát egy kis szívfájdalmam, hogy ugye ezt virágzó állapotban nem tudtuk ültetni szeptember elején, de ma a jövőre közösen megnézzük a kedves kertlátogatókat. Úgyhogy most a türelmet gyakoroljuk a télen, meg ők hagyd dolgozzanak itt a talajban, a legyökeresednek, és aztán jövő nyárra pedig egy igazi pompás ágyás lesz, úgyhogy jövünk és megnézzük. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük az együttműködést. Köszönjük.